Káosz Podcast bútorait a Beliani biztosította. Használd a Marci10 kuponkódot 10% kedvezményért a beliani.hu oldalon. Köszönjük a támogatást a Dodónak! A műsort a Burn és a Lee Juice & More támogatta. Dob utca 3. Most komoly, Marci, meg most, hogy ne kérdezzünk erről, most ide jössz és ezt csinál, most ez korrekt dolog szerinted? De most azt is mondtad, hogy ne kérdezzek el a pénzről, meg most valamit kell kérdezni. Jó, hagyjál már, figyelj, Marci, jó, figyelj, ne keressük egymást, többet színe, ezt fejezd, de fejezzük ezt komolyan csinálod? Menj már, szólj már egy babaszit, mert nem most ezt ne csináld már, hagyjál már békén, ne hülyeskedjünk már. De nem már kérdezek akkor más, Oliver. Viszek neki egy vizet, hogy megnyugodjon. Szandi, beszélj már velem valami. Jaj. Most ez tök kellemetlen, most nekem ki kell fizetnem az egész stábot, meg az egész napot. Jaj, de Marci, ez a felvétel, ez nem lehet bent a műsorba, ha beleteszed, most fogom a kamerát és elviszem magammal. Nem, most hülyéskedtek velem. Nem hülyéskedek, elviszem magammal, elviszem magammal az operatőrödet is, de ez nem lehet műsorban. Ha azt mondod, hogy beleteszed, most fogom a kamerát és elviszem. Döntsd el, jóba leszünk, vagy rosszba leszünk. Jó, hát akkor nem teszem bele. De csak beszélj okay. Az Olivérrel, hogy jöjjön vissza. Jó, oké. Okay. Tök kellemetlen. Nem fog visszajönni, már ismerem. Most ezt nem mondod komolyan. De a legrosszabb témát érintette, tehát nem fog visszajönni. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Végre a nyári nagy szünet után újraindult a Káosz Podcast, folytatjuk a műsort, és hát nagyon sokat ígértem nektek, hogy lesz sok újítás. Az egyik fő újítás, hogy megjelent a Káosz Merch, pont egy Káosz Merch pólót találtok rajtam. Egyébként 4 fajta póló készült, úgyhogy nézzetek fel a chaosshop.mybrand.hu oldalra, szét tudtok nézni, egy csomó méret van, és ha tetszik, akkor vegyetek merchet és támogassátok a munkánkat. Illetve rengetegen írtátok, mert hogy megkérdeztem, hogy mivel bővítsük a stúdiót, mi lehetne, ami még otthonosabbá tenni ezt az egész kis díszletet, és írtátok nagyon sokan, hogy neon kellene, hogy feldobja a hangulatot, és szőnyeg. Képzeljétek el, hogy nagyon nagy szerencsénk van, mert megkeresett 2 darab ilyen cég, és nemrég kaptam egy neon feliratot, Káosz Podcast Miskovics Marci felirat, ami nagyon-nagyon tetszik. Ezt a neonfeliratok.hu készítette, és nem csak sima szövegeket tudnak ők készíteni, hanem akár egyedi darabokat is, másfél héten belül, iszonyat gyorsan dolgoznak, csak ajánlani tudom őket, és bármilyen méretbe, kültére, beltére el tudják készíteni. Hogy aki esetleg feldobná a szobáját, lakását, irodáját, üzletét, épületét, az nyugodtan keresse a srácokat. Megkeresett Máté a Blue Bee Racks-tól, aki egyedi szőnyegeket csinál, ezt itt láthatjátok. Gyakorlatilag én azt kértem tőle, hogy ezen is a Káosz Podcast logója látszódjon, és hogy jól illeszkedjen a stúdió atmoszférájához. Szerintem ez nagyon-nagyon sikerült. Indult egy műsor, ami az utóbbi hetekben óriási visszhangot váltott ki a sajtóba, mindenki erről beszél gyakorlatilag, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy valaki nagyon-nagyon szerette, valaki pedig a pokolba kívánta és gyűlölte, utálta. Én meg imádom az ilyen megosztó dolgokat, úgyhogy pontosan ezért arra gondoltam, hogy a stúdióba meghívom a kőgazdag fiatalokat, szeretném szólítani PSG Oglit először, ő már ugye rutinos Káosz Podcastes. Csumi, te már voltál itt nálam. Tuvic Alexandrát, és végül, de nem utolsó sorban, itt majd taps lesz egyébként, így jobban fognak nektek örülni, és végül, de nem utolsó sorban Papacitát, aki szerintem... A sztár. A sztár. A műsor sztárja, én csak úgy mondanám. Igen, aki egy felfedezetje ennek az egész műsornak. Na, hogy vagytok? Ugye Ogli már járt nálam, viszont Szandi, Papacita, te még nem. Ez az első komolyabb interjútok? Hát volt már. Volt már? Hasonlítottam ott. És hol voltál tényleg? Hát így közélet dolgai. Aha. Tehát akkor már nem szokatlan ez a helyzet. Helyek közel. Uh-huh. Szandi, gondolom most így a nagy szereplés miatt azért sokan megkeresnek interjúkkal. Hát én voltam már a Nagy Ő-ben, meg a Farm VIP-ban, szóval volt már egy-két interjúban részem, de még ilyen megtiszteltél tézisben nem értek engem, hogy ide jöhettem. Uh-huh. És mit csináltatok ma? Mivel telt a mai nap szokásosan? Meg se DJ-sz, milyen korán érkeztem? De nagyon, abszolút egyébként tényleg itt voltál fél órával előbb, itt kajálgattál, meg minden a többiekre. Igen, most... amúgy, rátok se kellett várni, mert hogy amúgy 14 óra volt megbeszélve, te 13.30-kor már itt voltál. Úgyhogy ilyen korai van. Ilyen kattanásom most ebben főkére korábban mindig. Na, hánykor kezd? Hát ilyen 9. Nem tudom, mi lehet a baj most velem, most van valami. És hánykor fekszel le? Elment, mi hánykor fekszel ilyen 3, 2-3. És hogy bírod ilyen kevés alvással amúgy? 6-7 óra az most elég, de amúgy úgy, nyáron ilyen 10-11 órákat aludtam, de most nem tudom, mi elég most. Törekszik, ez a pulcó. Ja. Igen, igen, ez tényleg ez miért? Megviselt a műsor. De miért, Papacita, te amúgy... Fáradtál a munkába. Te hánykor kelsz? Figyelj, én általában 8 körül kelek, de 2 körül fekszek. Tehát én éjfélkor mászok ki az edzőteremből. De ez amúgy miért lehet tényleg, hogy egyre idősebb az ember, és egyre korábban kell? Amúgy ezt én már megfigyeltem máskor is, ennek van valami biológiai oka, vagy? Szerintem inkább az.
Aha. És te is éjszaka edzel, tehát évfélkor? Hát így este 8-9-kor bemegyek az edzőteremben, nekem azért napi 3 óra edzések vannak. Aha. És akkor évfél fel a hazaérek, 1:30, kaját csinálok, eszek. De többször edzel egy nap, vagy pedig csak szigorúan egyszer? Hát ha a versenyre készülök, akkor kétszer. Uh-huh. Tehát reggel küzdősport, este gyúrás. Hogyha off van, tehát nem készülök meccsre, ezek ilyen privát külföldi dolgok, uh-huh. akkor csak este. Vagy hát így délután. Csak délután annyian vannak az edzőtermünkben, hogy nem lehet edzeni. Főleg most már neked. Megy oda már mindenki. Mi gyere egy képre? Hát, oda jönnek, tényleg így megismernek? Igen. Most például a körúton, hogy jöttem, a kocsiból ki akar szállítani. Kis csaj, hogy ne állok, hogy papaszita, légy szíves egy fotót. Mondom, figyelj, zöld a lámpa, és mondom, az autók ott állnak mögöttünk. És menned kell. Nem, mondtam neki, hogy félreállok, és akkor úgy. Uh-huh. De most kaptam meghívást is holnapra egy étterembe, hogy Bajáról följön egy család, hogy a gyerekekkel hadd fotózkodjanak le, mert megvannak ülve, és ez lett a szülinapi meglepetés. De lehet, hogy már ezt előbb el kellett volna kezdened, nem? Hogy még csak most kezdtél el szerepelgetni. Nem akart szerintem, ő nem akar belefélni a világba, de én szeretném, hogyha benne lenne, megmondom őszintén, nem? Igazán, hogy te menedzseled egyébként a papaszítát. Ebből a dologban igen. Nem, de hát én szeretném, hogyha te nem szerettél volna az elején. Nekem ez egy idegen világ volt, tudod. Csak Olivier így megkért. Meg hát azért ugye mi ismerjük egymást most már 6.-7. éve, mert ugye most hát, volt az évforduló. Hát összes magánéleti kapcsolatom nem tartott eddig kb. Ez egy pár kapcsolat. Hosszabb a kapcsolatunk az Olivierrel. Úgyhogy így ez miatt, így igazából ő miatt a vállaltam el az elején. Nem mondom azt, hogy nem hezitáltam, mert volt több találkozó így az Olivierrel. Nem bántad meg. Beszéltünk, nem, én jól érzem magam. Tehát így tök jó a stáb, tök jó a felvétel, el vagyok a szereplőkkel is. Uh-huh. Olivier, Sandi, Aurella, hát az Jézus Csabiékkal is. Szandival annyira nem kerestük így egymás társaságát. Nem Szandi, hanem a Kata. Bocs, egy egymás mellett ült, aki nem értette, hogy akkor most. Ez a nagy kivékül. Nem beszélj félre, papasz, meg mondja a szemedben, ne hangolj. Igen. Nem, a Katával úgy annyira nem kerestük mi. Volt egy-két szó, tehát a közös tisztelet, aztán kész mindenki tett a dolgát. Nincs vele baj, amúgy normális. Erről majd mindjárt később nagyon előre haladtatok. Olivier, te pár hónapja jártál itt azóta, milyen változások vannak az életedben? Nyilvánvalóan elindult ez a tévéműsor, és ezzel kapcsolatban is beszélünk, de ugye amúgy változott? Ugyanaz minden. Ugyanaz. Szerencsére ugyanaz. Csak korábban kezd. Na, igen. Uh-huh. Ez is kicsit el van hanyagol, sok a buli mostanában, de kitérünk erre is, hogy ne legyen majd. Nyárzárók lementek most már, úgyhogy most már kicsit meg kéne nyugodni. Uh-huh. Csak hát ilyen barátok mellett nehéz, mint a Misztovics, mert kicsit... Viszom a rosszba mindig. Mert minden reggelyben nem viszom. Esteleg már hozzá a Gréguszt. Ja, jó van, azért nem kell sajnálni Olivier se szerintem. Hát nem, az biztos. Az a baj, hogyha együtt elmegyünk, akkor tényleg egymást visszük a rosszba. Uh-huh. Nincs egy visszatartó erő kettőnk közül, mindketten megyünk előre, nem hátra, szóval. De a papaszita meg nem tud titeket visszafogni, hát olyan kis darab, hogy valószínűleg nem tudnak. Nem mer. Ezért járok éjszaka edzeni. Hogy ne kelljen velük menni. Gyorsabb a fejlődés, a regenerálódás. Volt azért olyan, hogy a Balatonszádon tovább maradt a papaszita, mint én. Nem mondod? Nem is egyszer volt. Meg lehet indulgatni azért a soundon. Jó, de ez betudható annak, hogy nem a buli hangulata volt nagy, hanem az ismerősök, a régi ismerősök. Száma. Tehát megjelentek azért így idősebb, nálam is idősebb srácok, tehát nem a Olivier korosztálya, akiket így régről ismerek az életből. Aztán így a közös témákat, hát beszélgettünk. Tehát a sztorizgatsz, akkor gyorsan megy az idő. Persze. Főleg, hogy rég találkoztál valakivel. Hát sok emberrel, igen. Aha. Külföldről, tehát lőttek Litvániából, Szerbiából ismerősök. Aha. Azért így jó volt, és azért ilyenkor az ember összevergülődik, azért van közös téma. Persze. És Szandi, amúgy rólad mit kell tudni, mert én próbáltam amúgy utána nézni, azt tudom, hogy szerepeltél a Nagyőbe, most nyilván itt ebben a műsorban, de alapvetően te hogy mivel foglalkozol, meg hogy azt néztem, hogy életművészként hivatkoztak rád a műsorban. Ezt amúgy nem tudom, miért. Az volt kiírva, hogy ezt te mondtad nekik, vagy ők aggatták rám? Ezt ők aggatták rám, ezt abszolút nem én találtam ki. Ezek szerint ők így vélekednek róla, hogy életművész vagyok. Magammal foglalkozok, hogy arra gondolsz, nincs munkám, egyébként nem dolgozom, reméljük így is marad, nem is kell soha dolgozzak. Nagyon jól el vagyok így, szerepelgetek műsorokba, aztán meglátjuk még mi lesz. És az elég, az anyagilag így elég, hogy sok műsorban szerepelsz, és akkor ebből adod annyira... Hát nem ebből élek, ha ez nem a kérdés. Ebből, ebből nem lehet megélni. Aha. Szerintem. Szerintem itt közülünk senki nem a kis szereplésekből él meg. Uh-huh. De ez csak itt Magyarországon van szerintetek így, vagy világviszonylatban is? Ez itt van nálunk, csak igen. Így külföldön szerintem, aki az ilyen nagy influencerek, meg akik szerepelnek ilyen realitikben, ebből simán megélnek. De nálunk szerintem ez nem így van. Uh-huh. Hadd mentsem ki a Szandit, bárhova mész a környező országokba. Én azért elég sokat járok Németország, Svájctól elkezdve Olaszország felé. Tehát ilyen Németország szinte hetente.
és a magyarul megszólalsz, azt mondják, hogy minden magyar ember egy életművész. Ne. De. De mer? Hát az itteni feltételek, meg az itteni körülmények. Ja, hogy meg tudnak élni? Aha. Hogy ez számukra egy teljesen fura, hogy jön ki az átlag magyar? Igen, mert ugye például egy osztráknak, egy németnek, egy olasznak az iskolától föl van vezetve az élet, a családi vállalkozás, magánvállalkozás, iskolai végzettségek, majd előre halad az életbe, mert kap lehetőséget. A magyar az nem, az egyetemista pékségbe segédmunkás. Hát igen, sajnos. Amúgy. A köműves meg fest. Diplomások, ja. Nem érdemes. Kapnak az iskolába 20-25 évig, aztán keresnek egy semmit. Megérte, ja. Karrier. Ja. Napi szinten találkozok olyan emberrel. Hát ezért nem mentél iskolába. Ezért, pontosan. Igen. 53 éves az ember, 3 diplomája van neki. Aha. Egy ilyen valami központi pesti irodába dolgozik, és most jön rá az életbe, hogy hát ez nem úgy van, mint ahogy ő megtanulta. Hát a gyakorlat az mindig más. A való világban. A gyakorlat az mindig más. Ti is akkor gyakorlatiasabb emberek vagytok inkább, mint elmélet. Neked talán volt egy valami elszólásod a műsorban is, hogy nem tudom, hogy volt, hogy nem tudtok valami balhénál, nem tudtok. Ja, nem tudok viselkedni. Nem tudok viselkedni, pedig én iskolába se jártam, hát de igen, ti nem tanultátok meg. Kultúra az nulla, de nem tanultatok iskolába esetleg, mert én nem. Nektek gondolom, hogy egy meg egyetem nekem nincs, és mégis tudok tudulásra viselkedni. Vendégségben! Nem tudok egy pár napból a igen, brigádból. Viselkedést az hozza magával az ember. Aha. Tehát azért sokat számít a családi háttér is, így van. Neveltetés, hogy neveltek, az is sokat. Főleg az iskolában most már. Hát a tanár megüti a gyereket, azt ki fölfüggeszti. Régen azért nem így volt, nem? Naponta kaptunk tenyereseket. Igen, voltak körmösök, nem? Hát tenyeres, körmös, pajesz, körhúzás, koki. Koki is volt. De papászita, hogyha ez nem titok, akkor egyébként te hány éves vagy, csak hogy így egy idővonalon el tudjunk. Én tudom, hogy Oliver körülbelül egy idős velem, Szandi, tudom, hogy 27 vagyok. Na, akkor pont egy idős vagy, én is 27 vagyok. Papászita, te mennyivel? Hát én a dinoszauruszokhoz közel vagyok. Te mennyivel vagy fiatalabb nálunk? Párra. 80-as születésű vagyok. 80-as születésű vagy. Matekosok ki tudják számolni, mi nem. Szandi nagyon tanult lány egyébként, hogy több nyelven beszél. Tényleg? Egyébként nem tudja senki, de én kínai orosz tolmácsnak tanultam az egyetemen. Kínai orosz? Annak tanultam. Ezt nem mondod komolyan. Amúgy nem fejeztem be, egyébként passzívan vagyok, még befejezhetném, de nem tartozik a közeljövőben a céljaim közé, hogy befejezzem, mert úgy gondolom nem ez az én életutam. Uh-huh. De ugye én több nyelven nőttem fel, nekem apukám szerb, anyukám német. Mikor 6 éves voltam, akkor költöztünk Magyarországra, szóval nem is az anyanyelvem, azért beszélek néha így furán, meg nem értek úgy szavakat, szóval amúgy én 6 nyelven beszélek. Kint tanultam Sydney-be, szóval amúgy én iskolázott vagyok, sokan nem gondolják rólam, azért mert így nézek ki, amúgy senki nem gondolja, de nem is szoktam ezzel amúgy így kérkedni. Tehát úgy vagyok, hogy aki ismer, mint Oliver azt tudja, de amúgy nem szoktam ezzel felvágni, hogy amúgy van egy-két nyelv, sulim, meg tehát, na, nyelv, hogy mondják ezt papír? Nyelvvizsga. Nyelvvizsgám van felsőfokom. Nem ezt tesz engem azzal, aki vagyok, hogy van egy-két nyelvvizsgám. Nem attól vagyok, szerintem az, aki vagyok. Abszolút, de te amikor elkezdted ezt tanulni, akkor te tolmács is akartál lenni? Igen. Vagy dolgoztál is amúgy tolmácsként? Nem egyébként tudom, nem dolgoztam egy napot se. Ha? Meg egyébként még sminkesnek is kitanultam, de soha senkit nem sminkeltem ki magamon kívül. Szóval voltak régen, amikor fiatal voltam, ambíciók, hogy valamifele elmennék, aztán hát most itt ülök. Ez lett belőle. Ez celebség. Most ez lett belőle. Egyébként te azt lenyilatkoztad, én utána néztem, hogy te nagyon-nagyon szereted a plasztikai műtéteket, és egyébként neked fontos is ez. Az áruld el, hogy amúgy ez neked egyrészt miért fontos, másrészt pedig ilyenkor te hogy nem félsz mondjuk egy műtét előtt? Mert én mondjuk nem tudom, hogyha egyszer a hangszálammal volt probléma, és így be voltam rekedve, és műteni kellett, és baromira paráztam. Tehát én csak akkor műteném meg magam bármilyen szinten, hogyha már muszáj, viszont nőknél, vagy akár nálad, ez egy tök természetes dolog. De mi van? Hát figyelj, emögött? Nálam egyrészt muszáj volt a plasztika, mivel nekem akkora orrom volt, hogy kimentem az erkélyre, azt hitték könyöklök. Tehát, hogy nekem olyan orrom volt, nem mint baj, ez jó, jó egy nagyon, nem? Egy férfinak jó, egy férfinak sármos. Nekem nem tetszett. Felső testem olyan volt, mint egy pubertáló 12 éves fiúnak, én nem éreztem magam nőiesnek, és én úgy gondoltam, hogy nekem igenis muszáj késsel lefeküdjek. Egyébként tűfóbiám van, nem bírom a vért látni, pánikbeteg vagyok, stresszes. Azért mondom, tehát, hogy így minden... Ugyanígy vagyok, mint a műtétekkel. Én tényleg csak a legvégső esetben vagyok hajlandó elmenni ilyen kórházakba. Én még gyógyszert se szedek be, hogyha úgy van. Inkább végigszenvedek, csak ha tényleg nem leszek jobban. Nagyon kórházellenes vagyok. De kicsit hipohonder is vagy, talán tudod? Hogy? Hipohonder vagy? Aki fél a betegségektől, azt jelenti, hogy ezeket a szokszavakat mindig kitaláltak el valamit. Ezeket az idegen szavakat most inkább elszállják. Nem hallom, hogy mi az? Mediciálós. Meditációs. Meditációs. Szóval, hogy így félsz a betegségektől? Igen. De így, tehát, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk kórosan mosol a kezed többször, vagy... Hát azért nem. Azért nem. Azért nem.
A Covid időben rettegtél, gondolom. Nem. Ott nem. Nem tartom igaz dolognak azt. Mármint na most te... voltunk covidosak, hogy nem tartod igaznak? Hát úgy, hogy nem. Hát akkor mégse. Fura pedig. De minek, akkor az nem volt igaz, hogy nem. Covidos volt? Mármint az egész Covid jelenség egész. Nem volt igaz, vagy pedig az, hogy te covidos voltál? Az egész szerintem. De pozitív lett a tesztünk most, nemrég, Oliver. De most van egy újabb hullám egyébként. Hát neked is az, de én tőled kaptam el. Adjál már hülyeséget. Tőled kaptam el, szent, de. Egy csiba vírus kaptál, semmi más nem kaptál el. Pozitív lett a tesztünk. Na mindegy. Akkor te nem hiszel a Covidban, még mindig azután, hogy elkaptad. Valamit elkaptam, de nem azt. De valami más lett, egy influenzát. Előtte nem voltak betegség, de hát akkor... Aha. Ja. Figyelj, a mai világban már a lábgomba is Covidnak számít. Igen. Ez az is biztos, egy kicsit túl van kapva 2020 óta. Igen. Szandi, visszatérve egy picit, mert engem izgat tényleg ez a műtét téma. Plasztika? Igen. Szeretnél te is valamit plasztikáztatni? Igen, egy kisebbre venném a pöcsömet. Nem az, csak hogy kb. Nem tudom, vagy hogy számolod-e nagyságrendileg műtétekre, mennyi pénzt költöttél el idáig? Én nem akarom ezt tudni egyébként. De csak tudsz egy számot azért, hogy nagyjából. Hát szerintem egy lakására már van. De attól függ, egy 45 négyzetméteres lakás, vagy egy 80 négyzetméteres lakás? Ennyi a négyzetméter át. Mondjuk egy milliós négyzetméterrel számoljunk. Hát szerintem akkor egy szobakonyha. Mondjuk egy 30-35 négyzetméteres lakásárát. Akár. Aha. Sokat. Egyébként rengeteget költöttem plasztikára. Visszagondolok egyébként, szégyellem is magam miattam, meg jobb helyre fektetettem volna be azt a pénzt. Uh-huh. Egy-két műtét van, amire visszagondolok, és úgy vagyok vele, hogy nagy hülyeség volt, tehát azért 5 műtét, azért az... De miért kellett 5? Hát mert nem mindig lett, kicsit korrigáltak? Mindig korrigálni kellett. Nem volt olyan, amire szerettem volna, meg a mellem is azért 3 műtét helyett egybe le tudtam volna. Aha. Tehát hogy volt olyan, amit úgy visszagondolva lehet, hogy kevesebb, jobb lett volna, uh-huh. De... Ez dobta a gép, soha, mert ezzel kell együtt élni. De rossz orvoshoz mentél, vagy pedig csak egy orvos csinálta mindegyiket, csak mindig korrigált egy picit? Hát sok orvosnál voltam, mindig a legjobbakat választottam, akik azt mondták, hogy a legjobbak orvos specialisták, és nem sikerült megcsinálni a műtétet nekik, szóval nem mondok neveket, de volt egy-két csalódás orvos szempontjából, és akkor korrigálni kellett menni, utána meg nem tetszett, szóval orvosiba is, meg az én tökéletességgel való törekedésemnek is, hogy én szerettem volna mindig jobbat, kisebbet, nagyobbat. És most meg fogsz állni? Most azt érzed, hogy elnyerted életed formáját, és hát figyelj, ehhez már nem kell hozzányúlni, vagy? Én úgy gondolom, de nagyon bomba vagy, én nem azért kérdezem, de szerintem ezelőtt 2 is valószínűleg bomba lettél, csak hogy nem tudom, hogy ennek van vége? Hát valaha? Egyébként most úgy vége van, nem szeretnék most műtétet, aha. Most úgy vagyok vele, hogy most pihi van, de hát biztos öregedni fogok, fel kell varni az arcomat, biztos leszek majd lehet dagi, akkor leszivatom a zsíromat, nincs semmi terve, de nem mondom azt, hogy nem lesz több műtét, ami biztos, hogy lesz. Uh-huh. Meg hát öregszek, biztos, hogy hát 100%, hogy lesz valami. Szandi, az lesz az első komment, itt most ezt elmondtad, és szerintem a videó alatt az lesz az első komment, hogy oké, én értem, egyébként tök okos csaj, tök jól néz ki, de hogy mégis honnan van ennek a csajnak ennyi pénze? Mi erre a válaszod? Figyelj, a szüleim mindig is támogattak, mindig is jól létben éltem, aha. És nagyon hálás vagyok nekik, hogy mindig támogattak mindenben. Uh-huh. Mikor, hány évesen volt az első műtéted? 18. Egyből betöltötte a 18-at, és egyből kés alá egyből tekintett. Mentem, egyből mentem. Előtte nem lehet amúgy? Előtte nem, csak ilyen szülői... Lehet, hogy szülői beleegyezéssel talán. De egyébként belementek volna a szüleim, csak pont akkor érettségiztem, aha. És akkor úgy az miatt megvártuk, hogy leérettségiztem, és akkor utána egyből és mentem. Akkor utána egyből, igen. Hogy lehetem. Ezt említettétek már Papacita meg Oliver, hogy 7-8 éve ismeritek egymást? Igen. Elég régóta. Hol ismerkedtetek ti meg egyébként? Úgy, elmondom. Milyennek a története? Ez egy jó sztori. Pont legelső. Mentem le a terembe edzeni, uh-huh. Melyikben az lényegtelen, és meg egy barátommal kezdtem az edzést, és megkérte a Papacita, hogy adjam a kezébe egy ötvenes, mert annyival nyomta a izét, 50-50-nel. Aha. Hát én még egy sovány kisgyerek voltam, első napjaim voltam a konditeremben, és a lélek úgy csúszott ki az ötvenes a kezemből, nem bírtam el körülbelül, a lélek tartott, hogy ne csúszom ki, ott kiesik, ott papucs voltam, ott leesik a lábamra, és én soha többet nem jövök a terembe, a büdös életbe, a 100%, de a lélek tartotta a kisfiamba a körülbelül, hogy ne ejtsem ki körülbelül, és akkor adottam azért a kezébe. Ja, és úgyhogy volt így, meg hát a szaunában azért kaptam ikleteket a Papacitától mindig, hogy kell csinálni az életben, jó tanácsokat. Hát, ott... Volt a teszt. De... És átment rajta. Felemeli a súlyt, van benne elszántság. Hát milyen, hát emlékszem, milyen sovány voltam. Hát megvan a fotó. Megvan, azt, hogy küldjétek már nekem. Jó, és akkor jó, bevágom jó, ide, hogy jó. Régen. Én nem is láttam róla régi fotót amúgy. Jó. Amúgy egyáltalán arcra ugyanilyen volt, az arra semmit nem változott, csak jó. A test. Itt a telefonomban. Na, majd mindjárt akkor ezt megnézzük, hogy bevágom ide, hogyha elkülditek. Viszont Papacita, te akkor is ekkora darab
Csávó voltál? Én 14 éves koromban kezdtem el, amikor, tehát az általános iskolából kimaradtam. Aha. Általános iskola 7.-8. osztályában már vagyonörködtem, mert többnek néztem ki. Nem mondod komolyan. Külsőleg, de hát ez 13-14 évesen? Én zalai születésű gyerek vagyok. Aha. Zalakarosban volt egy termálhotel, annak ilyen parkövezete, ahol ilyen faházak voltak, tehát ilyen turista forgalomban ér ugye a város. Ugye a fürdők miatt Zalakaros a gyógyfürdő, plusz most már ugye kifejlesztették, és ott dolgoztam. De szó szerint, tehát voltam körülbelül 80 kiló, 90 kilós dandogokkal dolgoztam. Azt két kutyával. Dönisz és Apolló, így hívták a két kutyát. És vagyonőr voltál akkor? Akkor őrködtem. És ezt már elkezdted akkor gondolom élvezni, ezt a melót? Részben igen, aztán édesapám, édesanyám mondták, hogy fiam, miért nem megyek a rendőrnek, mert mindenki azt akarta. Aha. Hát aztán mondtam nekik, hogy az nem. Azt mondom, hogy nem. De az úrnek, ne sérteges. Erre megvonom meglévő teóriám, hogy miért nem. Én ezt megindokoltam édesapámnak, aztán azt mondta, jó van fiam akkor. Megérti. Hajrá. Viszont aztán ezt itt beszéltük, hogy egyébként sokáig, mert én úgy emlékszem, mintha az éjszakából emlékeznék rá, hogy portáztál talán, vagy igen, védtél helyeket. Hát ez gondolom már azért ilyen fiatal, felnőttebb korodban volt. 5 évesen nyertem meg az első kickbox bajnokságot. Azt a mindenség. Nem mindig róla hajlék, hogy hát mindenki azt mondja, hogy ilyen tömör izé, de hát ide fölrúghalod akármeddig. Láttok egyébként azt a rugást is. Igen. A csilláros rugás. És igen, akkor ott hívtak el így dolgozni. Csak annyi, hogy nagyon vékony gyerek voltam, tehát úgy képzeled, hogy elkezdtem edzeni, hogy 14 éves koromban az első konditerembe bementem, kezd helyen, ugye ott tanultam középiskolába. 3 hónapig én csak súlyt pakoltam. Voltak ilyen helyi menő gyerekek, akik így a tehát korombeliek voltak, mai napig emlékszek egy-két srácnak a nevére, azóta jobban vagyok velük, hát ugye már mindenki apuka, meg már meglett emberek lettek, kergettek, verekedtünk minden. Csak jött egy nagy darab gyúros gyerek, akit szintén Lacinak hívtak, ha látja, hogy esetleg nézi a műsort, emlékezni fog rá. T. László, így hívják. Igazi állólámpás, régi, tűzpiros Mercedes-szel, bevágott a hátsó ülésre, azt mondta, gyerek, tudsz mozogni, de erő nincs benned, viszlek a konditerembe. Így kezdődött el a... És így kezdtél el edzeni. Igen, így. És amikor először találkoztál az Olivérrel 7-8 évvel ezelőtt... Én bulizni úgy igazából vele voltam először. Nem mondod. De a kondiba összespanoltatok, igen, elvitted az Olivért bulizni, láttál benne a potenciált, hogy ez a gyerek, ez egy rendes gyerek. Nem csak a potenciál, fia, én nagyon tisztelem azt, hogy főleg most, hogy ugye a műsor kapcsán rengeteg fiatal srác odajön hozzám, megkérdezik, hogy kajáljanak. Én abban nem tudok nekik segíteni, mert én soha nem versenyeztem a fitness világba, nem is vonz engem. Te küzdősportoltál inkább, há, igen, mindig is. Az előbb, tehát, hogy mondjam, a kettő együtt vagyok én, inkább így mondom. De a fitness is nagy. Tehát nem tudnék nélküle meglenni. Tehát ha 3 napig nem megyek, már bolond az agyam. Tehát ez a teremfüggőség megvan bennem. Volt lehetőségem, hogy otthon edzek. Ugye voltak barátaim, Oliver tudja, hogy ki az, a saját edzőtermük volt otthon, garázsban meg. De nem, nekem a terem feeling az, hogy bemész, érzed ott az izzadságot, a vasszagot, és akkor fogod magad, mész és edzel. De rengeteg fiatal srác odajön, és mondták, hogy ne haragudj, segítenél. És akkor mondják, hogy miért vagyok ilyen korrekt. Mondom, figyelj, itt vagy, nem a diszkóba, vagy a nyugati téren a sörös üveggel a kezedbe. Szombat estéről beszélünk. Például, most csak mondtam egy példát. De te nem is iszol akkor egyáltalán? Nem. És soha világéletben nem is ittál? Ittam, talán 2002-ben, amikor leszereltem Tapolcának. Akkor voltam elsős? Akkor rúgtam be utoljára. Azt a mindenség. Azóta 3-szor ittam. És egyáltalán nem is hiányzik? Nem. Azt, hogy pohár bort esténként, nem, vagy bármi? Nem. A bort meg pláne nem. Volt olyan gyerekkoromban, általános iskolás koromban még, hogy ugye falun nőttem fel. Elmentünk a helyi kocsmába, aztán egy-két boros kólát megittam, azt szédelögtem össze-vissza. Unokatesom 3-szor vezetett körbe a faluba a főúton, hogy kihozzanodjak, mert nem engedtek így haza. Tehát így az ital az nekem nem. Tudtam. Aha. Bár csak én is azt mondom. Nagyon ritka, hogy rábeszéljenek, vagy valami, de így nem. Egyáltalán jó, nem vonz téged, nem érdekel, nem, inkább a sport. Nem. Utoljára Pekingbe ittam alkoholt. Ami gondolom nem most volt. 2019-ben, igen. Annyi fertőtlen, annyi gombát, meg ilyen ázsiai növényeket ettünk, hogy muszáj volt a fertőtlenítés miatt, mert mondták, hogy vagy elvisznek kórházba, meg görcsölni fog a gyomrom, vagy iszok egy ilyen stampedlis üvegbe szakét. Tehát olyan rossz volt, hogy
azt mondtam. Igen, Tájföldön is ez van, hogy mondják, hogy a kaja előtt, meg utána egyébként jót tesz, hogyha pálinkázik az ember. Igen, én az acetonhoz tudom hasonlítani. Én a kínai konzul, ő hívott meg személyesen, és akkor így jutottam ki Pekingbe. Ott azt megnézi, hogy kínai ember milyen kicsik hozzád képest. Azért néztek rád, nem? Hogy ilyet még életükben nem láttak. Hát főleg úgy, hogy márciusban voltam kint, akkor még ott hideg van. És van egy ilyen hegymászó kabátom, mert régen jártam Ausztriában, ilyen gletszerekre, meg ide-oda hegyekbe mászkálni, mert nekem az a minden, tehát a hegy, a víz. Ez a tipikus vidéki életstílus, függetlenül, hogy fővárosban lakok, mert az ott unalmas lenne, de így menni nagyon jó. Hát abban tényleg akkora vagy, mint a medve. Tehát maga a kabát is ugye jó vastag anyagú, meg ilyen nagy darab. Azt hát volt, amikor felraktam a kezemet, mert jöttek felém a rendőrök, aztán mondták, hogy nem akarnak semmit, csak egy fotót csinálni. Azt megnéztem az asszisztrácit. Egyébként Olivier, továbbra is, ugye Papacitával ezt beszéltük, hogy alapvetően is nem csak a műsor miatt, hanem alapból is együtt dolgoztok. Elkíséred Olivért mondjuk fesztiválokra, bulizni, vagy ilyen-olyan helyekre. Továbbra is egy öcsi maradt a fizú, vagy pedig az inflációval így emelkedett, vagy csökkent. Maradt minden a műsor. Maradt minden. Hát akkor egy öcsi, azt fixen stabilan megmond. Jó. Beszéljünk egy picit arról, ezt már elkezdted, hogy hogy tetszik a szereplés. Tehát, hogy konkrétan most megismernek az utcán téged, szerintem többnyire Tinik, vagy Olivértől még talán fiatalabb srácok jönnek oda hozzád. Ez hogy esik neked így ennyi év nem szereplés után? Tehát ez neked új ez a dolog. Abból von a következtetést, hogy a korombeliekből nagyon sokan rám üzentek, hogy nem csalódtak bennem, mert önmagamat adom a műsorba. Ez már egy jó nincs dolog. Az, hogy annyira túljátszom magam, mert tudják, tehát akik ismernek a való életben, hogy én azért egy... Tehát mindig az volt a bajom, hogy ott vagyok a középpontban legelől, de csöndbe. Tehát nem az van, hogy játszok, hogy szerepelek, hogy megjátszom magam, hogy többet mutatok magamból, vagy ilyesmi, hanem én vagyok saját magam, van egy belső világon, mint szerintem minden embernek, aki mondjuk kiform magának felnőtt emberként, mondjuk így, mit tudom én, 18-20 éves kortól, és akkor élsz a saját világodba. Tehát én ebből így nem mozdulok ki. Mindenki azt mondja, hogy hála Istennek nem vagyok elszállva, meg nem érzik rajtam azt, hogy én most bárkinek is többnek érzem magam, mint annó, amikor mondjuk nem figyeltek föl rám. Volt olyan, hogy 5 éve Spanyolországban tengerparton fél oldalra néztem a vállam mögött, hogy nehogy a nőnek a férje oda jön leüssön, mert egy ilyen 2 méteres, 150 centis dög volt, de szó szerint ez a tipikus favágó, szakállas fickó, de mondta a nő, hogy 6 fotózó levelem, mert ő még nem látott ilyen kigyurcsolácot. Akkor nagyobb voltam, mint most egy picit. Tehát vannak fényképek, amik azért így igazolják. Azért nagyon nehéz tartani. Ne is küldjél majd papaszit, és azt is bevágjuk ide a fotókat. 135 kilót azért nehéz tartani izomban. Azt a mindenségét. Tehát, de annyi most vagy? Mi? Nem. Most ilyen 128-129. Aha. Az se kevés azért. Nem. Nem állnék bele egy 25-26 talán nem szoktam menni. 141 az volt a csúcs. Aha. De ott az már sok volt. És az full izomba? Hát volt némi hasam, tehát a 140 kg izmot azt ne úgy képzeld el, mint a versenyzőknek, mint például most a Krisztián barátom, aki mondjuk profi versenyre készül, hogy eres has, kocka has, meg ilyenek, de az 5XL-es póló az feszült rajtam. Tehát így akkor Ausztriába éltem, igen, és nem az ázsiai méretből az 5XL-es. Hanem tehát, európai igen. 5XL-es. Hát figyelte, nekem ez a hobbim, ez a dilim. Persze, ebben érzed jól magad? Persze, hát jobb, mint egyébként mondjuk innál, vagy drogoznál, vagy bármi. Hát én azt nem. Ilyesmit, az teljesen elkerült. Szandi, amikor jött a Külgazdag Fiatalok című műsortól, a TV2-től a megkeresés, akkor mit szóltál, hogy reagáltál? Mi volt így az első reakciód? Így teljesen egyértelmű volt, hogy igen, ez én vagyok, és ezt el kell válni most ezt a műsort? Én egyébként nagyon sokat tanakodtam rajta, és pont Olivérrel beszéltünk. Szerepelj együtt, nem? Hát az volt, hogy igen, a kritérium, hogy ő ne legyen benne, de nem jött össze. Szóval, hogy én Olivia-nak kikértem a véleményét, hogy mit gondol róla, és mondta, hogy őt is megkeresték, és ő is fog szerepelni. És egyébként én első körben nem tudtam, hogy el fogom-e ezt vállalni, és aztán végül Olivia-re közösen megbeszéltük, hogy vállaljuk el, meg jó buli lesz, és akkor végül mert így elvállaltuk. Mert egyébként honnan ismeritek egymást Olivia-rel, mert ez se teljesen tiszta. Buli. Volt közöttetek valami? Nem volt köztünk soha van semmi. Van közöttetek valami? Most jelenleg igen. Tényleg? Dehogy is viccel. Távolság, így egy méter. Viccek, egyébként sokan nem hiszik el, hogy köztünk tényleg barátság van. Én Olivérre úgy tekintek, mint hogyha kisöcsém lenne, ő meg, mint a nővére lennék. Akármilyen hihetetlen, tudom amúgy, hogy nem nagyon van fiú-lány barátság, de köztünk ez van. Wow. És soha nem volt semmi, még csak egy olyan szituáció se. Egyébként én jobban szoktam lenni Olivérnek az aktuális barátnőivel, ha épp van, ha épp nincs. Ő az aktuális párommal, szóval nem szokott ebből konfliktus lenni. És most egyébként van párotok? Külön-külön? Nekem nincs. Neked nincs.
Szandi? Nekem van. Neked? És régóta? Tehát ez egy hosszú hát ideje? Most már lassan, több mint egy éve, igen. Több mint egy éve, akkor ez egy hosszú. Régóta. Az, hát, az a hosszú, a mai világban amúgy az szerintem hosszúnak számít. Azt én is már hosszúnak na, mondanám, hosszú. Igen. Műsorban megkeresésben nekem az úgy volt, igen, hogy nekem sok volt tévés vetélytársak, azt nem mondom ki, akik, de nyilván a nagyobbak, akik versenyeztek, hogy adott műsorról, hogy oda menjek. Aztán végül ez a műsorban eldöntöttem, mivel egy szandíjat is meg... De mennyit, hogy más csatornához igen, hívtak? Igen, oh. Igen, igen, egy egész nagy műsorban, azt nem mutatom ki. Aha. De... ezt választottam, ez nagyon megy hozzám ez a műsor, és itt ez én vagyok ez a műsor, tehát ezt körülbelül nekem találták ki. Abszolút. Tehát akkor nem is haboztál, tehát akkor nem. Neked nem kellett felhívni a Szandit, vagy a Papaszitát, vagy bárkit. Megbeszéltük együtt, persze, és akkor, ja. És mi volt a kritérium? Tehát csak pénzben és gázsiban mértétek, vagy pedig azt mondtátok, hogy nem tudom, sok jelenetem legyen a Szandival, vagy hogy mi voltak ilyen kritériumok? Hogy mi pénzben? Hát hogy úgy értem, hogy volt valami kritérium, hogy azt mondta a TV2-nek, hogy figyú, én csak havi 2 millióért vállalom. Ja, nem mondok nem dolgokat. Volt, nem volt. Nem. Most nem is a pénz volt itt a legnagyobb, hogy nekem ez jó legyen ez az egész. Most elmegyek másba, ahol lehet, hogy többet fizettek volna, de viszont utána az lecsengő, az nekem nem jó, érted? Tehát ez meg tudtam, hogy ez topat fog menni. Inkább a szereplés. Mindenki erről is beszél, mindenhol ott vagyunk. Uh-huh. Ja, úgyhogy bejött. De jó volt a stáb. Tehát tök jó fejek voltak tényleg a kamerások. Tehát összeállított mind egy kis család. Fix stábbal dolgoztatok, akkor ezek egész nyáron mi együtt voltunk. Igen. Tehát ez 3 hónapig zajlott, és tényleg úgy voltunk már, mint egy kis család, hogy mindenhol együtt mentünk. Ott beköltött hozzánk kb. A stáb. Persze, nem kell mondom, milyen forgatás nap, mindig nehezebb napok, meg ilyen hosszú, tehát mindenki azt hiszi, hogy megvan a pár alatt a fasz. Tehát ez egy reggeltől estig tartandó dolog, hogyha egy napot akartok forgatni. Valamit nem használtok, valamit felvesztek többször. És meglepő volt azért rám, hogy jött tessék gondolatot, hogy milyen egy forgatás. Persze. Igen, meg türelmesek voltak, tehát volt, hogy többször ugye az ember hibázott, nem volt jó, akkor kijavították, segítettek, tényleg a vezetőségtől, a fiúk, a lányok, az operatőrök, a stáb, mindenki, tök jó brigád volt tényleg. Leültünk, együtt tettünk, együtt ittunk, röhögtünk. Mint egy család. Ha kérdeztem tényleg valamit, mert olyan számokról beszéltek, mint a NASA-ba, akkor megkérdeztem, mondom, most miről beszéltek, hova repülünk. Mondták, hogy nem, csak a kamerát állítják be. Oké. Okay. Mondták, hogy fehér egyensúly, meg ilyenek, és akkor nem értettem, hát, hogy miről van szó. Meg ilyen, mit tudom, 10 000-es nagyságú számokat, meg ilyenekre mondom, a fizetéseteket beszélitek, vagy mondom mit. Mondták, hogy nem, azt nem. Igen. Igen. Sokan megvádolták pont ugyanígy, ahogy ti mondjátok, mert hogy hatalmasat ment ez a műsor, és nagyon sokan megvádolták a TV2-t, hogy ez csak egy provokálás, direkt most egyébként a magyar átlag az egy nagyon rossz helyzetben van, anyagi helyzetben, infláció van, viszont itt nagyon szeretnék provokálni az embereket ezzel, sőt még rá is játszanak. Ti mit gondoltok erről, hogy ez tényleg egy provokáció, és simán egy szórakoztató műsor, vagy hát, minektek így a véleményetek? A többieknek mi azt nem tudom, hogy én tényleg így érek. Amit adok, hát én... Mármint, hogy te full ugyanazt adtad a műsorba, ahogyan valójában élsz. Én nem játszottam meg magam, vagy másodpercig se. Uh-huh. Egy életkor se. Szandi? Én se játszottam meg magam, meg én próbáltam tényleg azt mutatni az életem, mert nyilván ez a műsor, ez nem a 0-24-es napunkat mutatta, hanem az életünkből egy ilyen darabot. Uh-huh. Tehát mindenki azt mutatta meg, amit szeretne, és én azt mutattam meg, szerintem, ami szórakoztató. Elmentünk Olivérrel lovat vásárolni, ott is nem azt mutogattuk, hogy mennyi pénzünk van, meg hogy hergeljük az embereket, hanem mi viccesen próbáltuk a hétköznapjainkat bemutatni, hogy az emberek ezen szórakozzanak, meg nevessenek. Igen, és senkit nem akartam úgy éreztetni, hogy rosszul érezze magát én miattam, vagy az én életvitelem miatt, és én magamból, tehát magamat tudom csak mondani, hogy én nem szerettem volna bárkit is ezzel hergelni, vagy heccelni, vagy hogy szorul érezze magát, hanem mi a szórakoztatásra mentünk abszolút szerintem Olivérrel, meg a Papaszitával. Igen, úgy láthatom a műsorban is, hogy azért más szereplők nagyon rámentek a pénzre, hogy csak a pénz, mindig csak voltak rábeszélni, szarok rá, én a szórakoztató részét csináltam, én most nem mindig a pénzt tárogattam ki, persze nyilván néha ritkán azt is, de én inkább a szórakoztatásra mentem rá, és tényleg arra milyen vagyok. Én élőben is nem olyan vagyok, azért mindenhol a pénz szerintem kérem, egy szórakoztató, jó fej, jókedvű gyerek vagyok. Annak tartom magam, aztán ki minek tart. A másik kritika egyébként a műsorral kapcsolatban az volt, hogy nem is feltétlen annyira gazdagok a szereplők, mint amennyire eljátszák. Én nem akarok senkire mondani senkit, ez mindenkinek a saját dolga. De a gazdagság meg szerintem tök relatív, már most kinek mi a gazdag? Valakinek sok havonta 1 millió, valakinek meg 100 millió, érted? Ez tényleg relatív. Teljesen más amúgy, ez tényleg teljesen. Mindenkinél igen. Van gazdagabb, nem azt mondom, hogy mi vagyunk igen. A világ leggazdagabb embereim, mert hát ó, szerintem mondjuk egy amerikai emberhez, meg multimilliárdosokhoz porszemek vagyunk, tehát nyilván nem a világ leggazdagabb emberei vagyunk. A gazdagság szerintem teljesen relatív, de... Hát akkor miért nem szerepelt az, aki ezt írta? Hát meg persze nagyon sok ember van, aki nincs semmiük, meg ízért, azért megnézzük a Insta oldalt, csak azt, hogy milyen helyeken vagyok nyaralni, hát csóról összetenni a két kezét, hogy egy képet csinálhasson, nem azt, hogy ott lenni hónapokat, mint ahogy azt én szoktam.
Hát beírták ugye, hogy a vizesés is kamu volt, és kamu kiderült. Kamu volt, csinál, igen. Tehát ilyeneket csinálnak az emberek, érted? De hát na, de hát vakveregek amúgy tényleg. Milyen vizesés volt kamu? Hát kamu, egy hely, zöld háttérekbe fotózkodok meg, igen. A zöld háttérre ízéd, hát na. Sandi egyébként, te alap, az Oliverről tudom, hogy ő imádja megosztani az embereket, szerintem imádja, róla beszélnek, ha szerepelhet, ha véleménye van, akár rossz, akár jó, de te például szereted ennyire megosztani az embereket, vagy téged bánt az, hogyha mondjuk rosszakat írnak rólad? Én nem szeretném megosztani az embereket, szerintem ez az ő döntésük, hogy én megosztó vagyok-e. Egyébként én mindig is két véglet voltam, vagy szeretnek, vagy utálnak, nekem ezzel nincsen problémám, a negatív véleményekkel nem tudok foglalkozni, én tisztában vagyok önmagammal, az erősségeimmel, meg a rossz tulajdonságaimmal, tudom, hogy milyen vagyok, az, hogy más mit gondol rólam, az meg nem nagyon tud érdekelni. A barátaim véleményre adok, hogy ők mit mondanak, uh-huh. Fogadom is az építőelő kritikákat, de egy idegen ember ne felettem törjön már pálcát, aki nem is ismer, meg csak egy darabot lát belőlem. Aha. Oliver, te amikor elkezdtél tiktokozni, így a Covid körül talán azt mondtad, akkor gondoltad volna, hogy pár éven belül te főállású híresség, tévész celeb leszel? Vagy minek? Hát ezt gondoltam, hogy lesz, ha nem mondom őszintén, tényleg, mert mindig imádták akkorban mindig az emberek iskolába, és mindig olyan megnyilvánulásaim voltak, az egész iskola szakadott a dolgokon, meg ilyenek, szóval igen, gondoltam, hogy lesz valami, megmondom. Van egy olyan képesség, hogyha beívódik egy új társaságba, vagy valamit kitalál magának, akkor azt annyira jól csinálja, hogy szimpatikus az embereknek. És most magamról is beszélek, mert különben nem lett volna barátom. Tök mindegy, hogy edzőteremben ismerkedünk meg, vagy a Holdon, vagy tök mindegy, hogy hol, vagy egy tengerparton, vagy bárhol. Ha nem szimpatikus, akkor nem. Tehát jól tudja kezelni a dolgokat, fel tudja venni a másik embernek ugye az élettapasztalatait, a tanácsait befogadni, meg tehát van annyira intelligens, van annyira intelligenciája, hogy tudjál vele együttműködni egy azonos témában, vagy beszélni róla, vagy bármit. És így megszerettük mi is. Meg nekem jól esett régen az, amikor azért egy komoly emberek meghívtak engem egy ilyen házi buliba, vagy bulizni az asztalukhoz, nekem az ott régen azért az nagy szó volt. De hát egy ilyen 40-50 éves emberek között, azért oda, én voltam egyedül ott 17-18 évesen, nekem az nagy szó volt, hogy leültek hozzájuk oda az asztalukhoz. Kivívtad a tiszteletüket talán? Ki? Aha. Én ugyanazt az utat jártam gyerekkoromban. Mindig az idősebbekkel voltam. De picit ez lehet, hogy egyébként Oliverben egyébként magadat látod, a te fiatalkori énedet? Azt nem mondanám, mert én fel ennyire nem éltem, mint ő. Tehát ő nagyon tud élni. Nem is volt lehetőség, ezért kezdte egy kisváros. De hát azért belecsoptam a lecsóba az én saját világomba. Aha. Tehát az otthoniak tudják. De ő azért így teljesen más világba él. Nem is tudna abba élni, amiben én éltem, mert azért tehát 20 év differencia van, 20-25 év, tehát azt nem is tudná már csinálni, mert nincs az a világ. De vannak hasonlóságok, inkább maradjunk ebben. Uh-huh. Tehát az edzőterem, ahogy viselkedik, hogy például nem a korosztálya az igazi barátja, hanem a sokkal idősebb emberek. Aha. Mert fölfigyelnek rá, és itt most nem a haszonról, meg nem a hierarchiáról szól az egész, hanem az élettapasztalat. Tehát be tudja magát fogadtatni egy olyan társaságban, mint például az enyém is volt. Uh-huh. Akár edzőterem rétegben, akár üzleti emberek részében, mert ugye találkozott mindenkivel. Tehát a házi buli, amikor az előbb mondta az Oliver, az nem arról szólt, hogy mi most az edzőteremből feszülős trikóba izzadtan elmentünk szalonnát sütni, hanem bevittem egy milliárdos üzletember körébe, uh-huh. egy házba, ahol mondjuk én dolgoztam az emberrel, és akkor jött velem Oliver, vagy jött velünk, mert ugye megismertük egymást, és az ember is ugyanott edzett az edzőteremben, csak ők nem voltak ilyen viszonyban. Aha. Majd összejött egy ilyen klik, ilyen 30-40 fős társaság, fiúk, lányok többnyire, de inkább a srácok, tehát egyik Thai box edző Szentendrén, a másik világbajnok testépítő, 50-es korosztály, meg ilyenek, tehát így ezek mind befogadták őt. Tehát valószínű, hogy a sikerét is így ért el, nem csak az, igen, hogy most... Igen, és nekem most ez nagy... Most már idősebb generációt is szólítasz meg, nem csak a TikTokon keresztül a fiatalokat, hanem egyébként így a tévével talán. Igen, nekem azért volt nagy szó az, hogy régen befogadtak, mert ugye akkor nem voltam PSG ogli, most már akárki befogad, most már körülbelül, hogy mindenki most, hogy erre persze, de nekem azért volt szó, hogy régen, mert akkor nem voltam, aki most, és úgy fogadta be, nekem az volt nagyon nagy, nagyon jó érzés. És Papacita, te mit gondoltál, vagy mit szóltál, amikor láttad, hogy PSG ogli hét lett, és elkezdett? Nem is tudta szerintem. Nem is tudta, elkerült a figyelmét? Nincs TikTokja. Igen, nincs TikTokod. Nincs, tényleg. Nem is akarsz. Nem vagyok oda érte. Pedig te vagy mindenhol a TikTokon. Egyébként igen. Most főleg nem vagyok oda. Sok anyagot átküldenek. Tehát ilyen középiskolás osztálytársak, innen, onnan, amonnan. De így megnyitod, megnézed, de nem akarod letölteni, és nem akarsz tartalmat gyártani. Nem, meg se nyitom. Tehát ja, meg se nyitod. Nem. Csak mondják. Viberem, vagy mindegy. Átküldenek így különböző fórumokon videókat.
És akkor így átjön. Aha. Tudjuk egyet rajta, aztán kész. Aztán ennyi. De nekem most sokkal többet számít az, hogy édesanyám, az öcsém, közvetlen barátaim, tehát pozitívan. Tehát nagyon sok barátom fölhívott, olyanok is, akik 20x éve ismernek itt Pesten is, vidéken, külföldön, mindenhol, mert ugye azért nézik a Magyarországon lévő, a külföldön lévő magyarok is. Ausztriában is már átment a hírünk, tudom jól, mert jelezték többen, hogy tökre meg vannak elégedve az egész. Uh-huh. Mondták, hogy a műsor az egy picit kemény, így a mikorosztályunknak, más a fiatal korosztály. Persze. Tehát persze. Kirángatnának a kocsiból a 16 éves kisgyerekek, tehát azzal nincsen gond, de hála Istennek így pozitívan csapódott le ez az egész. Igen, a családod is jól fogadta, a barátok is, igen, mindenki. Igen. Összességében. Ezt azért tegyük tisztába, hogy amúgy ezért ez a Kőgazdag Fiatalok egy scripted reality műsor, ami szerintem sokak számára, ezt mondtam, most a Szandi is egy mondattal utalt, hogy azért ez nektek nem a teljes napotok, ez csak egy szelet. Nyilván itt vannak megírt szituk, amiket eljátszatok, vannak gondolom sok esetben, hogy ti visztek szitukat, hogy figyelj, amúgy is megyek egy kocsit venni, vegyük fel, vagy amúgy is megyek egy lovat venni, vegyük fel, most nem tudom, de hogy volt... Igen, megírtettem, hogy számban nem adtak soha szót, de hát én nem volt ilyen megírt szó. Megyek venni egy asztal, gyertek, vegyük már fel, de hát ilyen persze. Ilyen volt, hogy akkor a saját életetekben is amúgy is történt volna valami, és csak felvettétek. Mi döntöttük el, hogy mikor jönnek mondjuk forgatni velünk, aha, hogy mondtam, hogy nekem lesz mondjuk egy ilyen, megyek lovat venni Olivérrel, akkor gyertek már velünk, és akkor ők jöttek és követtek. Tehát mi döntöttük, hogy mit szeretnénk mutatni az életünkből. Aha. Nem úgy, mint a való világban, hogy 0-24 ott a kamera, és akkor mindent mutatnak, hanem azért ebbe volt beleszólásunk, hogy mi meg eldöntettük, hogy mit szeretnénk mutatni, meg hogy mit szeretnénk mondani. Azért ezt nem mondták meg nekünk, hogy akkor most ezt meg ezt játszd el, meg mondd meg. Uh-huh. De nem volt olyan egyébként mondjuk, hogy azt mondták, hogy fú, Szandi, nagyon jó lenne, hogy most csak mondok valamit, összejönnél valakivel, és elmennél randizni, és elmentetek. Nem, tehát ilyen szinten nem szóltak bele. Én nem tudok más nevére beszélni, nekem nem volt. Neked nem volt, de könnyen lehet, hogy más szereplőnek volt. Nem tudom. Én a többiek... Mondjuk egy édes életben régen én szerepeltem az édes életben, ott azért megvoltak előreírt szitúk. Én Olivéren kívül senkivel nem beszélek. Tehát akit most itt ül, velük beszélek, én senki más sem tartom a kapcsolatot. Én sem nagyon. Én pont ezt akartam kérdezni, mert hogy az utóbbi napokban nyilván felkészültem itt erre a beszélgetésre, és rengeteg cikket elolvastam, ahol az volt, hogy hát a Kőgazdag Fiatalok szereplői nem feltétlen tartják a műsor óta a kapcsolatot, nincs annyira jó viszony, ezt ti most elmondtátok, meg ezt jelezted is, Olivér, hogy amúgy te velük szívesen szerepelsz, de hogy van esetleg olyan, aki... Akivel még szerepelnék, ilyen... Aki mivel akár még szerepelnél, vagy aki, akivel tényleg nem tartjátok a kapcsolatot, mert egyszerűen nincs miről beszélni. Nem tartom én senkivel körülbelül. Tényleg, úgy, hogy azt mondja, nem tartom senkivel. Ja. Én nem feltétlen harag miatt, más világ vagyunk. Én úgy érzem a többi szereplővel, senkire nem neheztelek, vagy nem történt hát más konfliktus. Más az életvitelünk, más a ritmusunk. Előtte se volt miről beszélgetnünk. A műsor ugye úgymond összehozott minket, voltak közös szituációk, de én egyébként egyik szereplővel se fogom tartani a kapcsolatot. Tehát nem is tervezem. Tehát nem szövődtek nagyon mély barátságok. Most mondok egy olyat, hogy például a szereplő például szeretek menni a szüleivel nyaralni, de hát én szeretem becsülni a szüleimet, de biztos, hogy nem mennék ki velük nyaralni, de hát én inkább előhívom meg a Szandit, vagy akár meg más barátomat, hogy gyere, ki megyünk nyaralni, de hát érted, hát nekem az, hogy a szüleimet megyek nyaralni, az nekem nem állapot, mert nem unatkozni. Tehát érted, hát elmennék a bulizni, meg izi, hát az nekem már régen jó volt, meg mentünk is nagyon sokat, hála Istennek. De nem, nekem az nem pálya. Egyszerűen tehát csak más az életszínvonalunk. A műsor miatt összeterelődtetek, egy csapatként hivatkozott rátok mindenki, de azóta pedig egyszerűen más a mindenkinek az élete. Igen. Jó, oké. Okay. Valaki szeret otthon ülni, én például pont az ellentétje vagyok. Te menni szeretsz? Hát én nem bírok, én tényleg, hogyha én két napot otthon kell ülni, én meghűlök. Hát én mindig menni valahol tényleg, vagy bulizni, de én is olyan, mint Laci, hogy nyilván jobban mennem a kodiból, mint én, az tagadhatatlan, de én is ez az edzés dolog, ez nekem is megvan, hogy nekem muszáj lemenni, nekem is edzeni mindig hetente négyszer minimum, de inkább ötször. Bárcsak én is érezném ezt a kérdést. Bárcsak én is érezném ezt, nekem is kéne, igen. Azt akartam már tőled kérdezni, Olivér, csak a múltkor is talán csak nem jutott eszembe. Most főleg, hogy megint elindult ez a műsor, és óriási a hype, a Dancsó Peti is rengeteg videót csinál. Milyen a kapcsolatod neked egyébként a Dancsó Petivel? Ti nekem személyesen is ismeritek egymást, ha jól tudom. Barátok, hogy ismerkedtetek meg amúgy? Hogy ismerkedtünk meg? Igen. Még ő csinált valami videókat. Aha. Vagy igen, beletett engem egy kis izébe, és én írtam rá, nem mondom, ha ennyi videót csinálsz, mondom, gyere, mondom, találkozunk, csinálunk egy videót, mondom ketten. És akkor tök jó fej volt, mondta, hogy jó, és akkor tök jó fej volt igazából, egy kellemes csalódás volt nekem élőből is, azóta meg jó barátok vagyunk. Tehát tényleg, tehát beszélünk néha, nem találkozunk minden nap, de ilyen fél évente egyszer-kétszer összefutunk és találkozunk, vagy egy kajára, vagy csinálunk egy videót. De tényleg rendesen beültök mondjuk kajálni, vagy bármi? Igen, volt erre például, nem is egy, nem is kettő. Azt a mindenségét.
alapvetően kikéri a véleményet, hogyha csinál rólatok, vagy rólad egy videót, vagy pedig ez neked egy meglepetés, és ő bármit csinál, akkor te örülsz neki. Én sem tudom, hogy mi lesz benne, úgyhogy én is ugyanúgy várom, és többi, hiába tudom, hogy lesz, nem tudom, hogy mi lesz benne. Hát engem is néha kisebb az, hát csinálja, hát azt is nem. Persze. Bejön. És mennyi tök jó videókat csinál, pedig nagyon persze, szeretem. Persze. Nem haragszom meg rá, azért engem most kifigurázza, amiben hát ezt tudja jó, meg az hülye az ember, aki megharagszik rá, aki persze. Ezt érted. Persze. Annak nem szabad szerepelni, aki ezt igen, nem. Igen. Hát, aki minden magára vesz, az jaj. Meg minden hülyeséggel reagál, az nagyon rosszul, és az nagyon gyorsan ki is fog égni, mert ezeket tűrni kell. Ezt nem tudom, papasszinak mennyire lesz könnyű megbirkózni ez, hogyha valaki rájön, hogy te kis kamu menő, gyere, boxoljunk. Ezt játsszuk le. K. Kevin szokta mondani, hogy rá mindig írogatnak, hogy nem csak a szövegekben vagy kemény, gyere ide, és játsszuk le. Igen, hogy neked nem jönnek amúgy ilyenek, akik pont így próbálják felvenni veled a versenyt? Nem, így negatív az nem volt. Nem. Ez tényleg? Ez a Dancsóval kapcsolatban így a saját stílusomban, hogy mondtam, hogy ki ez a bátor gyerek, aki valami videót csinált rólam. Ott az, hogy nyugi, spanom, nyugi. Nem, és akkor így rögtön mutatták, de tök jó meg izé, úgyhogy veled vagyok. Úgyhogy nem így, csak először kérdezték, hogy ezt szándékosan csináltuk, mondom, miről beszéltek, úgy hívtak fel a telefonon. Szerintem pont edzésen voltam valamelyik edzésen, aztán akkor az egyik srác odaülhet, hogy nézd, most csináltak rólad egy videót, ki Dancsó, mondom, ki az? Ki az? Hát pedig 1 millió 2000 ember követi. Nagyon sokan követi, igen. Hát igen, csak tudod, amikor nem ebben a világban mozogsz. Persze. Persze, hát az akkor így más korosztály azért. Persze. Hogy érzitek így összességében, tehát hozott nektek a tévé szereplés? Papasszitának egyértelműen igen, mert itt ismerhette meg a nagy közönség. Olivér, te már amúgy is egyébként elég ismert voltál szerintem, de te hogy értékeled, hogy ez... Hogy hozott-e még hírnevet? Hozott meg hírnevet, hozott. Követőt, meglepően pénzt. Meglepően sokat. Hírnevet, igen, meglepően sokat. Nem gondoltad volna, hogy mondjuk... Követőket, minden tényleg meglepően sokat. Nem szoktak egy tévés adás utára ennyi, megmondom őszintén, de hát... Meglepődtem én is, hogy mennyien. Nyilván a bulvár is jót tett ennek, hogy folyamatosan rólatok írtak mindenféle felületen. Igen. Igen. Hát mert mi nem izéltük, vásároltuk a követőket, hanem mi tényleg... Van olyan? Van olyan? Biztos. Biztos vannak. Én azokat nem szeretem, akik ezt csinálják, mert a való világban élünk, de azt akar mutatni, hogy miket tudsz megvenni, nem is drága pénzi, mert már szarai húgyi hozzá lehet ezeket finni, gondolom. Aha. De hát én tényleg én csak a reelt adom, és én nem is elítélem teljesen azt, kik ezt csinálják. Szandi, neked hozott a tévészereplés? Hogy nekem érzed? Egyébként a többihez képest ezt hozott a legtöbbet. Mármint itt a nagyőhöz képest. A nagyőhöz, meg a farmhoz képest. A farmhoz képest. Ezt hozott a legtöbbet. Nagyon sok megkeresés is ért, meg ugye előtte nem influencerkedtem, és akarok nagyon, tehát így reklámozni dolgokat, és most rengeteg ért. Tehát ahhoz képest, hogy nem számítottam rá, most nagyon sok. De akkor célod az esetleg, hogy nagyobb influencer legyél? Vagy nem akarok, abszolút, én nem akarok influencer. Akkor ezeket visszautasítod? Hát, tehát hogyha van egy jó együttműködés, abban benne vagyok, de most én nem fogok mindenféle arckrémet arcomra rakni, csak hogy kapjak 5000 forintot érte. Tehát, hogy nem szorulok erre rá, és nem is szeretnék senkit se átverni. Tehát én szerintem ezt nagyon távol áll. Igen, ez a másik, hogy nem adom el magam én sem semmiféleképpen, de hát most engem is gondolod, hogy nagyon sokan keresnek meg, de én iszonyatosan kevés mindent vállalok el. Mert ami nem megy hozzám, azt minek reklámozzam. Most attól kapok egy 500 000-1 millió posztra, most én nem teszek azzal se beljebb, se kijebb, érted? De hát most engem az nem érdekel. Apró. De hát én nem fogom eladni magam annyi, meg nem is szeretek embereket átverni. Hát most bazzik, most őszintén. Persze. Hát nyilván, papasszitának az hol van a fizujához képest, érted? Hát törpül. De hát érted? De hát én is nem szeretek. De hát nagyon sokan keresnek meg, mert tényleg kb. A 0,5%-át vállalom el, mint amennyien megkeresnek. Szandi, egyébként rád hogy néznek a nők? Tehát, hogy inkább riválisként tekintenek rád, vagy azt mondják, nem hogy... Nem szeretik, hogy a barátnőim meg akarják ölni az összes... Ne is mondd végig! Vagyok, pedig úgy hallod, állandó, hogy ő látja, hogy ő ne. Rám jön, hogy ne. Ő látja, hogy mi kavarunk. Ja, ez volt itt a legutóbbi. Itt a élő példa, azért papasszita látott egy-kettőt. Tehát akkor féltékenyek rád és riválisként. De hogy nem tudom, hogy miért geci, mert ha lett volna köztünk valami, akkor azt mondom, hogy persze, jó, és bazzeg, együtt voltunk egy évig. De úgy, hogy a csávom ott van velem mindig. Tehát nem is az, hogy én egyedül mászkálnék Olivérrel 0-24-ben, tehát mindig ott van a pár. De az összes csajom, aki van, aki ismert, az összes be akarja ölni. Meg mondom, nem beszéltek vele, és mondom, te elmondom, te kis nyomorék, ha előbb beszélek veled, mint hogy velem, már jön meg a meret. Megmondom, szóval barátom, nincs ott Habzsi Dőzsi barátom, nem mondom nekik a frankot mindig, nem is tetszik nekik általában a dolog. Igen. Na, azért papacita is tudja. Volt családi perportfor. Amit végignéztél. Hát igen, helyek közül. És a kamerák nem is feltétlen voltak ott? Hát akkor nem, már nem. Akkor már nem. Hál' Istennek. Nem, hál' Istennek. Aktuális barátnő lobogott, mint az ászló. Aha. Már túlvitte a szemtelenséget, meg a fizikai kontaktot. Azt tudják azért a nők is túlvinni. Azt tudják. Igen.
Ja. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem volt ott kamera. Na, hát én nagyon, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Én készültem egy játékkal, és direkt a végén akartalak titeket beavatni, mert ez a játék tulajdonképpen egy prank is lenne egy picit a nézőimnek. Ugyanis beszéltük arról, hogy ez a scripted reality, szitukat is eljátszottatok a saját életetekből merítve, de én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha itt most eljátszanánk egy olyan szitut, mint hogyha menne ez a beszélgetés, ugyanígy kérdezgetlek titeket, de felteszek egy kérdést, bármit, mit tudom én, mennyi pénzed van, Oliver? Te teljesen kiakadsz, megmondtam, hogy ne kérdezz ilyet, Marci, miért kérdezel ilyet, amúgy is kisétálsz, nem tudom, a stúdióból tökre eljátszod, hogy kiakadtál, majd én itt ülök, Szandi próbál csitítgatni, papa Szita majd fölém áll, és azt mondja, hogy hát figyelj, Marci, ez az adás nem mehet ki, nem mehet ki. És ezt a kis pranket, majd az adás elejére szeretném bevágni, mintha ez egy valóságos dolog lenne, hogy tényleg amúgy te mondjuk kiborultál volna egy kérdésem, és ha benne vagytok egy ilyenben, hogy ezt eljátszok egy 2 percben nyilván, nem kell túlhúzni, akkor ez nagyon szuper lenne. Jó. Én belenéztem egy-két ilyen FIFA streambe, és én tudod, hogy nagyon kedvellek, meg nagyon bírlak, de hogy te tényleg nem tudsz játszani amúgy. Mondtam, hogy a streamről kérdezi, légy szíves. Micsoda? Streamről. De most én azt hittem, hogy ez egy hülyeskedsz, hát állandóan streamelsz, meg fifázol, most miért ne kérdezhetnének meg róla? Lehet, az magán így azt én csinálok meg mindent, hát azt légy szíves, arról azt majd vágjuk ki. De még most ez ennyire mélyen érint, hogy elvennek téged fifába, vagy mi? De? Hát akár szerintem én is elvennélek. Hogy veled? Ember, de mi van veled? Nem látod, hogy hogy? De meg is néztél, akár a streamet, nem látod, hogy hogy játszom most komolyan. De azt látom mindig, hogy összetöröd a kontrollert, összetöröd a tévét, meg hát minden. Azért, mert napi kamunk a meccsik, nem azért, mert hogy izé szar lennék. Hát mi van veled? Hát én Division 1-ben voltam meg, hát full champion, minden. Hát de mindig az van, hogy elvennek a spanyol. Hagyjál már, ez most komoly. Marci, megmondta, hogy ne kérdezzünk erről, most ide jössz és ezt csinál, most ez korrekt dolog szerinted? De most azt is mondtad, hogy ne kérdezzek el a pénzről, meg most valamit kell kérdezni. Jó, hagyjál már, figyelj, Marci, jó, figyelj, ne keressük egymást, többet színe. Fejezzük ezt komolyan csinálod? Menjél már, szólj már neki papasztit, mert nem... Nem, most ezt ne csináld már! De, hagyjál már békén, de most akarom kezdeni. De nem már kérdezek akkor mást, Oliver. Viszont neki egy vizet, hogy megnyugodjon. Szandi, beszélj már velem valami. Most ez tök kellemet lehet. Most nekem ki kell fizetnem az egész stábot, mert az egész napot. Figyelj, de Marci, ez a felvétel, ez nem lehet bent a műsorba. Ha beleteszed, most fogom a kamerát és elviszem magammal. Nem, most hülyéskedtek nem, velem. Nem hülyéskedek, elviszem magammal, ha kell, viszem magammal az operatőrödet is, de ez nem lehet műsoron. Ha azt mondod, hogy beleteszed, most fogom a kamerát és elviszem. Hát és ha utólag teszem bele? Szerintem bevállalod? Döntsd el, jóba leszünk vagy rosszba leszünk. Jó, hát akkor nem teszem bele. De akkor csak beszélj az Olivére, hogy jöjjön vissza. Jó, oké. Okay. Tök kellemet. Nem fog visszajönni, már ismerem. Most ez nem mondott komolyan. De a legrosszabb témát érintetted, tehát nem fog visszajönni. Elnézést tőletek, kedves nézők, ez csak egy vicc volt, természetesen nagyon szeretjük egymást, de megmutattátok, hogy tényleg mennyire jól tudtok jeleneteket eljátszani. Maradt még bennetek bármi, amit így elmondanátok így az adás végére? Nem, ja. Na. Még amit jó tudni, képzeld el amúgy, hogyha megyünk étterekbe a papasszítával, ott azért ki kell tenni az adagot, azt mit látni, de hát ilyen fine diningoknál fölbúrul az asztal 1-2-re. Hát szerintem fine diningben nem is érdemes a papasszítának menni, mert az egy teljes... Volt már olyan, ahol ért az étlapot, és majdnem szétfeszült a kezében, nem tetszett neki, már volt egy pár olyan, de hát azért Putka a kajákra... Putka 3 adag levest kért ki előtte. Egymás után? Nem, egyszerre 3 adag levest. Szereted a leves papasztát. Edzés után megyünk, akkor muszáj. A Balatonon? Muszáj visszatölteni. 2 leves, 1 kilós gyirosztál, 6 darab palacsinta, 8 gombóc fagyi. Ezt így képzeld el egy vacsorát körülbelül. Aztán és ez egy light-os szerintem. És még ahhoz képest nem eszek sokat. Tehát mindenki azt mondja, hogy keveset eszek, és sokkal nagyobb izomtömeg lenne rajtam, meg sokkal nagyobban mutatna az izomtömeg rajtam, ha normálisan is ennék. Tehát még ugye, tömeg elnél. Igen. Azt a mindenségét. Mert ahhoz képest minimálisat eszek a testsúly. Tehát a testsúly és az adag aránya az minimális. Aha. Hát skacok, én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Oliver nyilván visszatérő vendég, úgyhogy mi már tudtuk azért, hogy mire számítsunk. Szandi, örülök, hogy megismerted. Papasita, neked is nagyon szépen köszönöm. Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. Szerintem egyébként ez érdemes folytatni, akár ebben a brigádban egyébként, akár bármilyen más tévészereplés kapcsán. Nektek pedig köszi szépen, hogy néztetek minket. Jövünk folyamatosan a részekkel. Ne felejtsétek el, hogy Chaos Merch megjelent rajtam, és egy merch póló van. De nem is adsz egy merch-et. De adunk neked, Oliver. Persze, parancsoljatok. Nem tudom, hogy milyen méretek, de választhatok. Papasita, vegyem föl egy ilyen S-est, amúgy azt megnézném rajta. Köszönöm. Csonka. Köszönöm mindegyiket. Igen, köszönöm szépen. Ne felejtsétek el megtippelni kommentbe, hogy szerintetek kik fognak jönni a következő részekbe. Akár javasolni is tudtok, úgyhogy ezt nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk. Ott vagyunk a digitális áruházakban. Szevasztok, köszönjük, néztetek minket, csók, puszi. Csumi.